fogták el az erőszakolót, szigorú büntetése számíthat az őcsényi férfi. Életmentő rendőrök égő házból hozták ki az eszméletlen nőt. Félfejlesztés, az út egy része elkészült Kismányokon, a befejezésére még nincs pénz. Milliárdos károk, rengeteg bajt okoznak a mezőgazdaságnak a vadak. A Tónatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 14 éves lányát erőszakolta meg éveken keresztül heti több alkalommal egy 41 éves őcsényi férfi, akit a rendőrök európai elfogatóparancs alapján az Egyesült Királyságban tartóztattak le, és augusztus 1-én átadták a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályának. A férfi igen szigorú büntetésre számíthat. Bilincsben vezetőszáron vezették a rendőrök a Liszt-Ferenc repülőtéren azt a 41 éves őcsényi férfit, akit európai elfogató parancs alapján köröztek. A férfit átadták a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályának, akik gyanúsítottként hallgatták ki. Azzal vádolják, hogy saját lányát erőszakolta meg éveken keresztül, heti több alkalommal. Továbbá erotikus tartalmú beszélgetéseket folytatott lányával telefonon, és ilyen témájú felvételek készítésére próbálta rávenni őt. A férfi a gyermek 11 éves korától egészen 14 éves koráig rendszeresen követett el szexuális bűncselekményeket, melyeknek a lényege az, hogy szexuális együttlétre kényszerítette a gyermeket különféle módokon, lelki, illetve fizikai fenyegetést alkalmazva. Az ügyben a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya szexuális erőszak, kiskorú veszélyeztetése, valamint gyermekpornográfia elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntető eljárást. A szexuális bűnözőt őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatására. 12. életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak büntette és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást a Tolna megyei rendőrfőkapitánysági 41 éves őcsényi lakosú férfi ellen. A Tolna megyei főügyészség indítványára a szexeljárásbíróság nyomozási bírája mai napon 30 napra, azaz egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. A férfi tettéért a számára legkedvezőbb esetben 5 év börtönt kaphat, de ha a bíró szigorú lesz, 22 évre rácsok mögé küldheti a saját lányát megerőszakoló apát. Életet mentettek a rendőrök, kigyulladt egy ház tetőtere Pakson, a helyszínre elsőként érkező helyi rendőrök azonnal az épület padlásterébe mentek, ahol meg is találták az akkor már eszméletlen állapotban lévő nőt, és kézben hozták le onnan. Azonnal megkezdték az újraélesztést, majd átadták a közben megérkező mentősöknek. Az életmentés során maguk a rendőrök is füstmérgezést szenvedtek, őket is bevitték a kórházba. Lezárt utca, tűzoltó autóból kilógó vizes tömlők, bámészkodó járókelők, mentősök, rendőrök és tűzoltók mindenütt. Ezek a felvételek Pakson a Kereszt utcában készültek, ahol kiégett egy ház padlástere. A felvételeken lehet látni, ahogy a mentősök az udvarban éppen az idős asszony életéért küzdenek. Őt a helyszínre elsőként érkező rendőrök hozták ki az égő épületből. 2018. augusztus 2-án 12 óra 50 perckor érkezett bejelentés a Paksi rendőrkapitányságra, hogy a Kereszt utca 19 szám alatti ingatlan tetőterebe gyulladt. A kollégáim azonnal a helyszínre érkeztek, és tapasztalták, hogy a tetőtérben egy eszméletlen nő tartózkodik. Azonnal az segítségére siettek. A rendőrök a bejelentő elmondása alapján azonnal az épület padlásterébe siettek, ahol meg is találták az akkor már eszméletlen állapotban levő asszonyt. A nőt a hatóság két munkatársa kézben hozta le a padlásról, majd egy másik rendőr kollégájuk megkezdte nála a szívmasszást. Pár perccel később érkeztek meg a mentősök, akik átvették a rendőröktől a sérült nő ellátását. A tűz keletkezésének okát egyelőre nem lehet tudni. Egy családi háztető gerendája kapott lángra tegnap kora délután Pakson a Kereszt utcában. A paksi hivatásos tűzoltók avatkoztak be, akik rövid időn belül megfékezték a tüzet. A ház idős lakóját súlyos füstmérgezéssel szállították kórházba, és a tűz keletkezésének okát pedig tűzvizsgálati eljárás során vizsgálják a kollégáim.
Az asszonyt sikerült újraéleszteni, ám mivel a segítségére siető két rendőr viszonylag hosszú ideig tartózkodott a füsttel megtelt padlástérben, náluk is füstmérgezés tünetei kezdtek fellépni, így őket megfigyelésre a Tolna megyei Barassa János kórházba szállították. Bár örülnek a település lakói, az örömük mégsem felhőtlen a kismányokiaknak. Megépült ugyan az egyik legfontosabb utcájuk egy része, de a forrás nem fedezte a teljes beruházást. Hogy lesz-e pénz a folytatásra, majd csak szeptember után derül ki. Meg kell csinálni az útszélét, ugye a vízelvezető árkot normálisan ugye a bal oldalon, illetve ugye, hát innen is lehet látni, egyébként a kapubejárok annyira egyik része meg van süllyedve, hogy szinte lehetetlen bejárni a lakásokhoz. Mindenről még januárban beszélt Simon László, Kismányok polgármestere. A település 15 millió forintot nyert az egyik legforgalmasabb és legrosszabb állapotban lévő utcájának megújítására. Ez pedig a jelen. Amit szerettek volna, részben megvalósult, ám a pénz nem volt elegendő a teljes beruházás befejezésére, így az utca végén még mindig nem lehet normálisan közlekedni, panaszkodott a polgármester. Ez a 15 millió forinthoz első körben saját erőből, amit a pályázat is megkövetett, 2 millió 300 ezer forintot kellett hozzátenni. Hát azóta, mint kiderült, ez a büdzsére nem volt elég, ehhez közel 1 millió forintot már hozzátette az önkormányzat saját erőből, és ahogy láttuk is az előbb, ahol fönt jártunk az utcának a végén, sajnos elfogyott az aszfalt, tehát ugye mint egy 80-90 méteres szakasz még vissza van a felújításból. Ezen gondolkodik a képviselőtestület, mit tudnánk vele kezdeni. Nem egy olcsó mulatságról van szó, közel másfél-két millió forintról beszélünk. A kismányokiak most újra próbálkoznak egy másik, ugyanilyen rossz minőségi utcájuk rendbetételére. A belügyminisztérium pályázati kiírásából ismét 15 millió forintra számítanak. Simon Lászlónak a faluképp miatt is fáj a feje, azt mondja, amióta nincsen közmunkás, nem tudja rendbe tartani az önkormányzati tulajdonban lévő vízelvezetőket és partoldalakat. Igaz, teszi hozzá, a jövőben azt is nagyon meggondolná, hogy közmunkásokkal dolgoztat, vagy inkább kifizeti a szolgáltatási díjat. Ezek az emberek ezek hasznos munkát végeznek az egyik oldalon, a másik oldalon meg igen sok gondot meg problémát okoznak. Tehát én azt gondolom, hogy a jövőben nagyon meg kell gondolni, hogy kit foglalkoztat az önkormányzat, mennyi időre, és egyáltalán milyen feladattal lehet megbízni. A szeptemberi önkormányzati ülés után látszik majd, mire van kerete a településnek, mely feladatok élveznek majd prioritást Kismányokon. Évente akár az 5 milliárd forintot is elérheti az erdei vadak által a mezőgazdaságnak okozott kár országosan. Tolna megye súlyosan érintett, a harmadik legtöbb ilyen káreset az országnak ezen a részén történik. Tavaly készültek ezek a felvételek Mórágynál. A helyiek akkor azt mondták, hogy a vadak rendszeresen bejárnak a veteményesekbe, és komoly károkat okoznak a termésben. Itt az elmúlt években szakértők szerint megkétszereződött a vadállomány, ezért egyre gyakoribbak az állatok által okozott káresetek. Vadászni kell nyilvánvalóan. Egyetlen módja a létszámcsökkentésnek a vadászat, nincs más megoldás. Nem csak Mórágy környékén okoznak komoly gondot a mezőgazdaságnak a vadállatok. Tolna megye az ország 19 megyéje közül a harmadik helyen áll azon a listán, ami a vadak által okozott károkat összegzi. Országosan egyébként évente nagyjából 2,5 milliárd forintnyi vadkárt jelentenek be a vadásztársaságok. Jól tudjuk, kik ezzel foglalkozunk, hogy ez a statisztikában megjelenő kifizetett összeg. Szerénybestések szerint a valóságos, ami esetleg a gazda nem fordul, mert kicsinek tartja, vagy más módon oldják meg, az körülbelül összesen azzal együtt duplája lehet. Tehát nem kis kérdésről van szó. Annak, akit mezőgazdasági vadkár ér, első körben az illetékes vadásztársasággal kell egyeztetnie. Jó eséllyel már ekkor megtérítik a kárt, de ha ez mégsem így lenne, akkor a közigazgatási eljárás keretében lehet a kárigényt érvényesíteni. Szociális iroda nyílott Tolnán a helyi lovarda emeletén. Az irodában dolgozó mentorok elsősorban olyan ügyfeleknek segítenek, akik valamilyen ok miatt hátrányos helyzetbe kerültek, például munkanélküliek és épp állást keresnek. De az is fordulhat hozzájuk, akinek a hétköznapi ügyintézés során bármilyen nehézséggel kell megküzdenie. Az irodának már 30 ügyfele van.
Most 30 ügyféllel foglalkozik nap, mint nap a tolnai szociális irodában dolgozó három mentor. Mindenben segítenek a hozzájuk fordulóknak, legyen szó egy hivatalos irat kitöltéséről, életviteli vagy gazdasági tanácsadásról. Pénzt viszont nem tudnak adni, mert nem hivatalként működnek. Az itt dolgozók azt mondják, ettől függetlenül az ügyfeleik szeretnek hozzájuk járni. Eleve maga a hely, ahol vagyunk, én azt gondolom, egy családsegítő központhoz képest egy oldottabb hely. Maga szép környezet vesz minket körül. Tehát ahogy bejönnek ide az ügyfelek, nyilván van bennük egy tartás, hogy mi lesz itt majd. De én azt gondolom, hogy próbálunk olyan teret, illetve a beszélgetés során egy olyan viszony, bizalmas viszony kialakítani, ami lehetőséget ad arra, hogy ő itt megnyugodjon. A szociális irodában alapvetően hátrányos helyzetűekkel foglalkoznak. Ezt a fogalmat itt tág értelemben használják, ezért tényleg szinte mindenkinek segítenek, aki segítséget kér tőlük. Ha nincsen valakinek munkája, ez elég egyértelmű mindenkinek, hogy hátrányban van sokakkal szemben, de akkor is, hogyha alacsony az iskolai végzettsége, ha nem piacképes a szakmája, ha több családtagról egymaga gondoskodik, akár gyerekekről, akár idős szülőkről, vagy beteg hozzátartozóról. A tolnai szociális iroda a tervek szerint 2 évig biztosan működni fog. Ha pedig továbbra is lesz rá igény, akkor a projekt ötletgazdái megpróbálnak újabb forrásokat előteremteni a rászorulók további támogatásához. Többszörösen védett növényfajra bukkantak a paksi atomerőmű előtt elterülő parkban. A kumszózeller szerepe a biodiverzitás megőrzésében és fenntartásában jelentős. Az aprócska növény világviszonylatban is igen ritka, élőhelyeinek száma is kevés. Az indásan kúszó, júniustól augusztusig virágzó évelő kúszózellerre Szél Zsolt bukkant a paksi atomerőmű parkjában. A ritka növény felismerésében sokat segített az energetikai szakgimnázium környezetvédelem és vízgazdálkodás szakirányon szerzett tudása. E védett fajról is itt hallott először. Ugye én voltam az a szerencsés, aki itt észrevettem. Egyébként nem túl lírai a történet, öntözőrendszer karbantartást végeztünk, és mi ez egy kis növésű, kis termeti növény, ezt az veszi észre, aki lehajol igazából a fűbe, és így láttam meg a fű között ezt a növényt. Több nemzetközi és magyar státusz szervezett védelme alatt álló növény az egész világon minimális létszámban van jelen. Minden országban, ahol megtalálható, védett. Többek között védi a Berni Egyezmény, a Rámsári Egyezmény és a Természetvédelmi Világszövetség védelme alatt is áll. A Natura 2000 által 1993 óta védett faj természetvédelmi értéke 50 000 forint. A fokozottan védettség határán van. Magyarországon 3-4 élőhelye ismert. Meg tud telepedni egy puszta talajon, amilyen semmilyen növény nincs, és erre elkezdi felhalmozni a fontos tápanyagokat. Ezáltal megteremti az alapját a következő generációs másfajta növényeknek. Tehát a magyarul a biodiverzitást fogja növelni, ez pedig a biológia vagy az ökológia alapját képezi. Az atomerőmű területén talált több mint 10 000-es populáció folyamatos monitorozást igényel. A hatósággal megkezdődött az egyeztetés, de a jelenlegi álláspont szerint az eddigi módon történhet tovább a park gondozása. Stabil öntözéssel és megfelelő tápanyag pótlással. Hiszen ha jelen gondozás mellett megtelepedett és elszaporodott a kúszózeller, akkor az eddigi gondozással nem árthatnak a védett növényfajnak. Ennek a növénynek is akkor megvan a lehetősége, hogy mondjuk ezt a laza, ugye fellazított talajból nagyon könnyen kiszedje a tápanyagot, megkapja a hatalmas napfényt, akkor ez már a második, és akkor megkapja az öntözést, ez már a harmadik ökológiai szempont. Regionális híreink következnek. Nemzetközi partnerrel indul a Gazdanapok, idén 25 éves a mezőgazdasági kiállítás. Electrojet, új magyar fejlesztésű vízi jármű a Balatonon. Az állatokat is megviseli a meleg, az állatkert lakóit hűtött gyümölcsökkel etetik. Állatbemutatók, kombájnok, traktorok, helyi finomságok. Idén sem maradhatnak el ezek a programok a Szentlőrinci Gazdanapokon. Az augusztus 10-én kezdődő mezőgazdasági kiállítás és vásár immár a 25. a sorban. Idén külföldi partnere lesz a Gazdanapoknak, ami a nemzetközivé válás első lépése.
A 25. Szent Lőrinci gazdanapokra készülnek a Baranya megyei vállalkozói központ alapítványnál. Csütörtökön tartottak tájékoztatót az augusztus 10-én induló háromnapos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállításról és vásárról. Nemzetközivé váltak a gazdanapok, hiszen Horvátország lesz idén az esemény sorozat partnere, mondják a szervezők. Körülbelül 50 kiállítónk jön Horvátországból, és egy új területet is érintünk, vagy érintenek ők, mert az agrárturizmus ott kicsit előbbre tart már, mint nálunk. És éppen ezért tanulunk is tőlük. Jó, nekik vannak narancsligeteik, van a mandárligeteik, de nekünk is nagyon sok olyan területünk van, főleg gyógynövény ültetvényeken, ami azért ipar is, meg növénytermesztés is. Tehát ezeken a területeken, tehát tudunk tanulni is. Megállapodást is kötnek a vásár alatt a horvátokkal. A Magyarországi Méhészek és a Horvátországi Méhész Szövetség legmagasabb szinten, elnöke szinten aláírnak egy együttműködési szerződést. Pontosan a méheknél és a méhészekben, a mézeknél jelentkező problémák orvoslása miatt, és egy együttműködés érdekében, ami ezeket kiküszöböli. Ilyen a mézhamisítás elleni harc, vagy a méhpusztulás megállítása, a betegségek terjedése. Ezeken a területeken fognak össze. A magyar kormányt Süli János miniszter képviseli a gazdanapokon. Felmerül az, hogy is kerül ide egy paksi bővítésért felelős miniszter. Hát egy régióban élünk. Nagyon sok környezeti hatástanulmányt olvastunk át, olvastam át az elmúlt időszakban, miniszter úrral is egyeztettem erről, és abszolút egyetértettünk abban, hogy ennek a bővítésnek, ennek a fejlesztésnek, ami Paks 2-t érinti, nagy hatása lesz nem csak Paks 30 kilométeres körzetére, hanem mondhatni az egész térségre, a régióra. A jubileumi gazdanapokon 416 kiállító állatait, gépeit, termékeit láthatják a vendégek. Nem marad el a szentlőrinci vágta sem. A szakmai fórumokon pedig a precíziós gazdálkodás lesz a fő téma. Tavaly 25 ezeren látogattak el a szentlőrinci gazdanapokra. Okos technológia segíti az ügyfeleket az E.ON Facebook oldalán. A Boti névre keresztelt beszélgető program feladata, hogy a vállalat közösségi oldalán az ügyfelek, érdeklődők üzeneteit azonnal megválaszolja a lehető leghasznosabb információval. Boti, az E.ON chatbotja, aki egy rendkívül szorgalmas éjjel-nappal elérhető és nagyon segítőkész, kedves chatbot, abban tud segíteni, hogyha valaki egy egyszerű kérdést feltesz, keresi az E.ON ügyfélszolgálati irodáját, vagy a nyitvatartásról érdeklődik, esetleg egy tervezett üzemszünet időpontja érdekli, akkor Boti rögtön küldi neki az ezzel kapcsolatos információt éjjel-nappal, illetve van még egy nagyon kedves tulajdonsága, amit mi nagyon szeretünk, hogyha esetleg valaki unatkozna, Boti viccet is tud mesélni. Forradalmasíthatja, de legalábbis új színfolt lehet a vízi járművek palettáján a most bemutatott Narke Electrojet, mely teljes egészében magyar találmány. A jet vezetése kis hajó engedélyhez kötött, maximális sebessége 55 km/h. Az akkumulátorok időtartama 2 és 8 óra között változik, függően a használattól. Első méterei teszi meg a Balatonon ez az Electrojet. Az új vízi jármű 100%-ban környezetbarát és elektromos meghajtású. A magyar fejlesztésű vízi sporteszközt kis hajóvezető engedéllyel lehet kormányozni. Akkumulátorai akár 8 órán át is kitartanak. A végsebessége 55 km/h. Elektronikusan korlátoztuk, tehát tudna elni többet is a jármű, de egyrészt gondolván tényleg a vizek nyugalmára, illetve az akkumulátor véges teljesítményére 55 km/h maximalizáltuk, ami az vízen azért tud adni egy adrenalin növelő érzést. A hajótest karbonszálas erősítésű lítium-ion akkumulátorokkal működik, az összsúlya 380 kg. Litkei Farkas világbajnok vitorlázó szerint régi álma teljesülhet a jetskizés szerelmeseinek ezzel az új eszközzel. Én nagyon bízom benne, hogy itt egy kultúrát hajózásra fogunk találkozni. Ez persze csak egy bizalom, de én azt hiszem, hogy ez az eszköz, ennek az eszköznek a dizájnja, a szépsége és maga az a tartalom, amit egy elektromos jet megjelenít, az egy olyan fajta embert fog vonzani, aki szépen fog hajózni a Balatonon. Az elektromos jetski körülbelül kétszer annyiba kerül, mint robbanó motoros rokona. Alapáron 40 ezer euró, mintegy 12 millió forint. Ugyanakkor a tervezők szerint lényegesen alacsonyabb a fenntartási és üzemeltetési költsége.
15 ország legjobb lovas tornászai versengenek Kaposváron a Pannon Lovas Akadémián. A Junior Európa bajnokságra közel 250 fiatal sportoló érkezett. A legesélyesebbek az éremszerzésre az osztrák, a német és a svájci versenyzők, de magyar lovas tornászokért is szoríthatunk. Nagy taps fogadta a válogatott a bevonulását a Kaposvári Pannon Lovas Akadémia fedett lovardájában, ahol az elkövetkező napokban 15 nemzet legjobb lovas tornászai mérettetnek meg. Szurkolok azért, hogy munkájuk, szorgalmuk, tehetségük, kitartásuk gyümölcsét maradéktalanul megmutathassák. Közel 250 lovas verseng a győzelemért ezen a Junior Európa bajnokságon. Az utóbbi évek legnagyobb versenye lesz, hiszen ilyen sokan még sosem érkeztek hozzánk. Annak ellenére, hogy ez egy junior Európa-bajnokság, tehát nem a komplett lovastorna mezőnyt láthatjuk itt. Nagyon szép számban neveztek a versenyzők, úgy a csapatok, párosok, női és férfi versenyzők között. Kaposvár rendezőként már jól bizonyított, így nem véletlen, hogy a junior lovastorna nemzetközi mezőnye ismét a Somogyi megye székhelyre érkezett. 2014-ben rendeztünk itt utoljára Európa-bajnokságot, az nagyon nagy sikerű volt, és számunkra is, hiszen ott Bence Balázs Európa-bajnok tudott lenni, hát reméljük idén is valami hasonló sikerül majd. A kaposvári Bence Balázs ugyan már a felnőttek mezőnyében versenyez, de a magyar csapattal együtt ő is bevonult az ünnepélyes megnyitón, hiszen ezúttal is lesz kinek szurkolni a magyarok közül. A legesélyesebb Király Ákos a Pannon Lovas Akadémia versenyzője, akinek azonban egy nem várt nehézséggel is meg kell küzdenie. Az utolsó pillanatban kiderült, hogy lova Sántit, így másikat kellett keresni. Találtunk egy svájci lovat, sikerült rajta edzenem is, és szerintem még ő így a lehető legjobb választás egy ilyen helyzetben. Egy begyakorlott, az amerikai horrorfilmeket idéző kürrel és egy új lóval mutatkozik be a kontinens viadalon Ákos. Leginkább ugye a vágtáját kell megismerni, mert nagyon sokféle vágta van, mármint így volt is szempontjából. Van, ami rövidebb, van, ami hosszabb vágta, tehát az ütemek, meg az ugrások a lónak, azok nagyon befolyásolják a vágta minőségét, és azok pedig ugye a lovastornász gyakorlatait is. A legesélyesebbek az Európa-bajnoki érmekért az osztrák, a német és a svájci versenyzők, de a magyar lovastornászokért is szoríthat a közönség egészen vasárnapig a Pannon Lovas Akadémián. A hőségben az állatkert lakóinak is jól esik a hűsölés, erről a Pécsi Zoo munkatársai gondoskodnak, akik lehűtött gyümölcsökkel etetik az állatokat, de nem mindegyik éri be ennyivel, nekik külön medencét vagy dagonyázót biztosítanak. Megérkezett a lehűtött gyümölcs a páviánokhoz csütörtök délután. Az állatokat először bezárják, hogy a gondozók kitehessék a finomságokat. Nagy a harc a majmok között, mindenki a legjobb falatokat akarja megszerezni. A barna medve egy egész jégkrémet kapott, benne fagyos gyümölcsökkel. Bálint a víziló tátott szájjal várja a dinnyét, azonban a lakomához ki kell jönnie a vízből. Egy egész dinnyét kap a szájába, de ez nem akadály neki. A nagymacskák és igazából az összes állatfa is nehezen viseli a hőséget, ugyanúgy, ahogy az ember is, de legfőképpen őcsit a rénszarvasunkat emelném ki, mégiscsak egy olyan éghajlati övről érkezett, ami extrémebb a miénknél. Azonban a legtöbb állat már hozzászokott a nyári meleghez a mecsek oldalban. De vannak olyan fajok, amiknek a meleg miatt megnő az igényük a hűsülésre. Akinek szükséges medencét biztosítunk. Vannak olyan fajok, például a bölények, a varacskos disznók, a örvöspekarik, akiknek külön dagonyázó helyet biztosítunk ebben az időszakban. Ez nagyon fontos számukra, hogy hűsítsék őket. A takarmányozásnál is fontos, hogy ilyenkor beépítsünk lédús takarmányokat, például a görögdinnyét, vagy vannak olyan lédús zöldségek, gyümölcsök, amiket tudunk használni. Fontos az is, hogy a gyümölcsöket olyan helyre tegyék, ahol kihívást jelent azok megszerzése az állatoknak. Ezért gyakran eldugják, felteszik a mászófára. Így a természetben jellemző viselkedésre, keresésre sarkalják a zoo lakóit a hűtés mellett. Végül nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Angliában fogták el az erőszakolót, szigorú büntetése számíthat az őcsényi férfi.
Életmentő rendőrök égő házból hozták ki az eszméletlen nőt. Félfejlesztés, az út egy része elkészült Kismányokon, a befejezésére még nincs pénz. Milliárdos károk, rengeteg bajt okoznak a mezőgazdaságnak a vadak. A hétvégén az eddig megszokotthoz hasonlóan igazi nyaraló idő lesz. Egy-egy kis területet érintő futó záporeső, esetleg zivatar nem kizárt, hétfőre átmenetileg kissé mérséklődik a meleg. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!